Újra élettel és hallgatókkal telt meg kedd délután a Nyíregyházi Egyetem előadója. Ezúttal még nem az őszi tanévkezdés miatt gyűltek össze a tanulók, hanem egy különleges megmérettetésre érkeztek a 35. országos diákköri konferencia első helyezettjei. Tavasszal online térbe vonult vissza a konferencia a koronavírus elleni védekezés miatt, most azonban a szervezők úgy döntöttek, kísérő rendezvényt tartanak, ahol a tudományos kutatást végző legeredményesebb diákok újra versenyezhetnek. Akkor találtuk ki a kényszer hatására, hogy ahol van szekció, itt kettő is volt Nyíregyházán, nagy hagyományú a TDK, egy TDK plusz gálát csinálunk az első helyzetek részvételével, őket fel is készítettük profi módon, úgyhogy amit most hallani fogunk, ez a legjobbak legjobbjának a nem versenye, inkább annak a bemutatása, hogy élünk, működünk, és a legjobbak előadásait majd széles nyilvánosság előtt bemutatják a fiatalok. Van is valami verseny jellege, mert a legjobbat majd megszavazzák, és kap is valamit, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy majd készülve a 36. OTDK-ra már remélhetőleg vírus nélkül ismét face-to-face találkozhat a sok-sok diák. A felsőoktatás a tehetséggondozás természetes szintere. A tudományos munkák elkészítése és a verseny belépő lehet a kutatások világába is. Nagy Balázs stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár előadásában kiemelte, nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő jelentőségű a tehetséggondozás, mivel a 21. században a technológia óriási mértékben fejlődik, és a munkaerőpiac folyamatos változásban van. Így a vállalatoknak a legfontosabb, hogy felkutassák a számukra releváns tehetséggel bíró fiatalokat. Az oktatási rendszernek és a gazdasági szektornak közös felelőssége és munkája az, hogy ezeket a fiatalokat megtalálja, kinevelje, és a nemzet számára hasznosítsa az általuk megszerzett tudást. A tehetséget azzal lehet élni, el is lehet herdálni, ezért óriási szerepe van az oktatási rendszernek és a családoknak abban, hogy ezeknek a tehetséges fiataloknak reményt adjanak, kitartásra neveljék őket. Úgy gondolom, hogy amennyiben közre tudunk működni ezeknek a tehetségeknek a felkutatásában, gondozásában, úgy akkor az ártók elért sikerek, akár a művészetek, tudományok, de akár a sport területén is az egész közösség és az egész nemzet számára hasznosulnak. Az OTDK mindenkori célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat, és segítséget adjon a kutató munkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez. Ösztönözze a diákok doktori képzésre történő jelentkezését is. 2023-ban a 36. OTDK tanulás és tanítás módszertani tudástechnológiai szekció rendezője a Pécsi Tudományegyetem lesz. A szervezők remélik az OTDK Plus programmal egy hagyomány indul útjára.